Start elindult a nap, hetedik futam a Million Dollar Lux Handicap első rész. Ez is nagyon jó kis mezőnynek tűnik, és látunk egy nagyon erős startot. Elmegy Chicago vezetni, Chicago tartja a falat, és Chicago hátán tud jönni Usain. Usainnek kifizetődő volt, tehát hogy Chicago mögül tudott indulni, mert jól kezdett Chicago. Majd zárkózóban van, utódló fejszés Kittivel, és elmondhatjuk összességében, hogy hiba nélkül eljött az egész mezőny. Kérdés, hogy Salihamidzsis mire lesz képes hosszú, 3 éves kihagyás után ott van a mezőnyben, sőt, jelen pillanatban a 4. helyen helyezkedik, Usain hátán a falon, előzés az élen, most már utódló vezet, és jön fel utódló tréningtársa és Count Basie 80 tencer kezében, amikor egy kör van még hátra. Utódló jó szokása szerint meghúzta az elejét, a középmezőnyben egy galoppozást látunk, Moreno Elvé ugrott el magát. Utódlónak pedig van 5-6 hosznyi előnye Chicagóval szemben, Chicago mellé szép lassan Count Basie ET fejlődik fel, Chicago mögött pedig folyamatosan Usain színei játszanak. Tehát Salihamidzsis osztrák hajtajával Inforgettéből következik, Andy Baby kezdett kicsit óvatosabban, illetve Winner Boy, ott vannak mind a ketten a boly végén, tehát mind a két lóra talán lehet majd számítani a befutó egyenesben. 800-nál mindig vezet utódló, picit talán csökkenő előnnyel, 2-3 most, és ez folyamatosan apad most már, Chicago kijön a falról, úgyhogy Usain tovább folytatja ott a menetelését tulajdonképpen a póznák árnyékában, 9-essel szinte folyamatosan ott van, most pedig ő is előzi utódlót, mint hogy ezt most már Chicago is megtette. Utódló fáradt, Chicago átvette tőle a vezetést, azonban Chicago mögött Usain nagyon-nagyon könnyen jön, a háttérben Count Basie-t, Inforgettéből kicsit bezárva Salihamidzsis, és próbálkozik Andy Baby. Chicago óriásit fut, és ez kellemes meglepetés, mögötte viszont most már teljesen együtt szinte az egész mezőny. Usain Komárom Krisztinával támadhatja meg talán elsőként, a háttérből pedig Andy Baby és Count Basie AT próbál majd kibontakozni. Nézzük, ahogy befordulnak a lovak a befutó egyenesre, Chicago nehéz lesz most már innen utolérni, fárad Usain, Chicago Usain, kívül jön Andy Baby, talán Inforgettéből is még küzdhet egy jobb dobogós helyezésért. Chicagónak egészen eddig tartott ki a lendülete, az utolsó 50 méteren teljesen elfárad, és akkor Usain átszalad rajta, Komáromi Krisztinának pedig megvan az idei első győzelme. Chicago a végére elfárad, így is gyakorlatilag erőn fölül teljesített, és Usain, aki végig a falon tudott jönni, a végén lehajrázza az elfáradt riválisát.